Kézilabdázók nyitják és a sakkozók zárják a hétvége sportrendezvényeit Nagykanizsán és környékén. Az IZO-ese a jól sikerült felkészülés után ma kezdi a bajnoki küzdelmeket. Madarász Péter tanítványai a Sport36 Komló U22-es csapatát fogadják Csurgón. A házigazda csapatnak kötelező a győzelem, hiszen az izzó nem titkolt célja, hogy feljutást ünnepelhessenek szurkolóikkal a szezon végén. Szombaton tenisz és pingpong vár majd a sportbarátokra. A hétvége első napján a hatodik pontszerző nyílt amatőr páros teniszversenyt rendezik a Kanizsa teniszcentrumban. Ami az asztali teniszezőket illeti, a sörgyári csapat férfi alakulata a Dunai Városi Egyetem legjobbjait látja vendégül a Bolyai Iskolatorna termében. A labdarúgás szerelmesei sem maradnak program nélkül, már reggel 8.30-kor kezdődik az ötödik jótékonysági torna a Zsigmondi csarnokban. Vasárnap a sakkozó ki lesz a főszerep, az Aqua Profit NTSK első csapata a kőbányával, az NB1-ben szereplő második számú együttes pedig a Zécsuti Hidrokompeská csapatával méri összetudását.